Elsöprő többséggel utasította el a szenátus azt a két törvényjavaslatot, amelyek a különböző és az azonos nemű párok számára is lehetővé tették volna, hogy közjegyző, illetve anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozattal tegyék hivatalossá élettársi kapcsolatukat. A kezdeményezők érvelése szerint Románia nem tekinthet el az Emberi Jogok Európai Bíróságának előírásaitól, amely valamennyi élettársi kapcsolatban élő párnak törvényes védelmet irányoz elő. Októberben a férfi és nő házasságán alapuló családfogalom alkotmányba iktatásáról tartott népszavazás az alacsony részvétel miatt érvénytelenül zárult, ám az urnákhoz járuló választók csaknem 92%-a igennel voksolt a melegházasság legalizálásának alkotmányos ellehetetlenítését célzó polgári kezdeményezésre. Az Alkotmánybíróság határozatot hozott ugyanakkor arról, hogy az azonos nemű pároknak is joguk van kapcsolatuk, valamint az ebből származó jogok és kötelezettségek törvényes elismerésére. Jelenleg 1 millióra tehető azoknak a román állampolgároknak a száma, akik házasságon kívül élnek élettársi kapcsolatban, és akikre semmilyen törvényes védelem nem vonatkozik.